Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. Herceg Ferencre emlékeztek Versecen. Felvidéki értéktárak találkozója a Rima szombatban. Amikor Isten hasba rúg, évadot nyitotta a Kosztolányi Dezső Színház. Híreink bővebben. Herceg Ferenc íróra emlékeztek Versecen. A helyi Petőfi Sándor Kultúregyesület már 25 éve szervezi meg a település szülöttének életét és munkásságát méltató rendezvényt. A megemlékezés szentmisével kezdődött a helyi Szent Gellért római katolikus templomban, majd a Városházán gyűltek össze a vendégek, ahol megtekinthették a budapesti Herceg Ferenc Társaság előadását. Balassa Julianna az első rendezvény óta jelen van a verseci Herceg Ferenc emléknapokon. A legelső rendezvénytől itt vagyok, a legelső rendezvénytől kezdve nagyon üdvözöltük ezt a kezdeményezést, Kriszbai Hajnalkának köszönhetőleg szépen beindult, és nagyon szépen folyamatosan zajlottak évente rendszeresen, kivéve ezt az utolsó 2-3 évet, de annak tudjuk az okát. A rendezvényen a Versec magyarországi testvértelepülése Helvécia is képviseltette magát. Kulturális szempontból tartjuk a testvértelepülési testvérvárosi kapcsolatokat, pont 15 éve, 2007. szeptember 22-én lett aláírva. Milyen érzés, amikor ilyen eseményeken, ilyen fontos eseményeken találkoznak? Hát ez nagy megtiszteltetés számunkra. A templom az egy meseszép, ahogy van, a városház, és nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket. Herceg Ferenc németként született, de az egyik legnagyobb magyar lett belőle. A teremtő hosszú, tartalmas életet szánt neki, hangsúlyozta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Az élete, a tevékenysége arról szólt, hogy hogyan tudjuk a magyarságot megtartani, összetartani, és a trianoni békediktátum után pedig mi maradhatott más, mint hogy a nemzetet büsztatni, buzdítani, összefogni. A rendezvény megszervezését a magyar kormány támogatta. Felvidéki értéktárak találkozóját tartották Rima szombatban. Eddig 8 magyar nemzeti értéket és 66 felvidéki értéket jegyeztek be. Rima szombatban tartották a felvidéki értéktárak találkozóját és a második értékkonferenciát. A felvidéki értéktár 2015-ben alakult. A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Gazdapolgári Társulás, a Csemadok és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hozta létre. Eddig 8 magyar nemzeti értéket és 66 felvidéki értéket jegyeztek be. Sengte szép a lángövel, verő sopáin drága nyelve. Sengte szép a lángövel, verő sopáin. Az értékkonferencián Páko Mária és tanítványai Pósa Lajos Magyar vagyok és a Magyar Nyelv című verseit adták elő. Pósa Lajos nemzetnevelő szolgálata és az Én újságom című lap szerkesztése felvidéki értéknek minősül. Az erről szóló elismerést a konferencián adták át. Szintén felvidéki érték lett a Bátkai Boholy János találmánya, a logikus gondolkodást segítő sakgömb, valamint a karvai Árpádkori Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt templom, és Komáromváros zenei élete is bekerült a felvidéki értéktárba. A nevezésekről 12 tagú szakmai bizottság döntött. Az értékmentéssel 67 csapat, vagyis települési értéktár dolgozik. A feltérképezés mellett a népszerűsítésre is szeretnének hangsúlyt fektetni. Terveink között szerepelnek, hogy ilyen helyi kiállításokon, regionális kiállításokon, konferenciákon még mi reklámozzuk, menedzseljük magát az értéktárat, és szeretnénk persze az iskolába is bevinni, illetve a gyerekeknek a figyelmét fölhívni az értékgyűjtésre. Innovatív módon próbáljuk majd megközelíteni, hogy egy kicsit a digitalizáció, digitális világ felé vigyük ezt az értékgyűjtést, hát ha így a gyerekek bátrabban kapcsolódnak be. A konferencián V. Németh Zsolt miniszteri biztos a hungarikumokról, Böszörményi Gergely a magyar örökségdíjról, Kalmár Mónika és Varga Norbert pedig a néphagyomány oktatásba való beépítéséről adott elő. A Comenius Pedagógiai Intézet és a Hagyományok Háza hálózat 5 éve dolgozik együtt a szakemberképzésben. Az értékek esetében nem mindegy, hogy azokat hogyan tálalják a fiataloknak.
meg kell találni azokat a formákat, és azokat az eszközöket mediális téren is akar, hogy ezt hogyan kell lekommunikálni. Legtöbb esetben harcról, kiállásról, vállalásról beszélünk akkor, amikor ezeknek az értékeknek a felvállalását fogalmazzuk meg, vagy a magyarságunk mellett való kiállás. Mi azt gondoljuk, hogy alkotásról, a szórakozás öröméről kell beszélni, és azt kell megmutatni, hogy a táncházban ugyan jól lehet szórakozni, mint bárhol máshol. Ez nem harc, ez nem vállalás, ami magyarságunkért, hanem mi magyar létünknek egy megérése a jelenben. A konferencia kísérő rendezvényeként az Én újságomról szóló vándorkiállítást és egy mini értékkiállítást is megtekinthettek a résztvevők. Nem volt érvényes, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, kongatni és kóstolni is lehetett. Jelenleg az egyik legaktívabb értéktár a Bátkai. Gyurán Ágnes pedagógusként gyerekekkel egy vetélkedő kapcsán kezdte ezt a munkát végezni. Tulajdonképpen a tarsajunkból szedtük ki ezeket az értékeket, mi ebbe a vetélkedőbe beraktuk, és nem gondoltunk arra, hogy egyszer ezekből értékek lesznek, helyi értékek, tájegységi, vagy esetleg felvidéki értékek. Úgyhogy most külön öröm számomra, hogy a Pósa Lajos Nemzetnevelő Szolgálata és az Én újságom című gyermeklap szerkesztése, ez tulajdonképpen a mai napon ugye felvidéki érték lett, és Bohol János sakkgömbje. Mind a kettőt mi terjesztettük elő. Az értéktár megalakulása és felfuttatása a nemrégiben elhunyt Huszár László elévülhetetlen érdeme. Tiszteletére most megalapították a Huszár László kulturális alapot. Ennek van egy nagyon szűkös anyagi forrása már, 7 tagú kuratóriuma lesz, egy évben egyszer tud ülésezni, majd dönteni arról, hogy ki az, aki kapjon díjat. Egy olyan díjat, amely egy elismerés, szeretnénk hozzá egy csekély összegű anyagi forrást is biztosítani. Ezzel indulnánk, ami még terveinkben van, hogy olyan személyeket segítsünk, akinek nincsen anyagi forrása, és nagyon-nagyon tehetséges a kultúrába. Hangszereket, sportfelszerelést, kézműves eszközöket biztosítanának a tehetségeknek. Az értéktárban külön kategória az épített környezet, az ipari és műszaki megoldások, vagy például a kulturális örökség. A cél a magyar lakta régiók szellemi és anyagi értékeinek a számbavétele. Aki szeretné megtudni, mi mindent tartalmaz a felvidéki értéktár, utána nézhet a Csemadok honlapján, ahol a különböző besorolású értékek ismertetőjét is megtalálja. Az Amikor Isten hasbarok című előadással indította az évadot a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. Az előadást követően a közönség a szerző dedikált regényét is hazavihette. A Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Amikor Isten hasbarok című előadással zárta június 15-én az előzőt, és nyitotta szeptember 15-én az új színház évadot. Lovas Ildikó színpadra adaptált regényét Urbán András rendezte, aki szerint ezzel az előadással sikerült kitágítani a saját színházi határaikat. Annak ellenére, hogy mi most játszunk először ugye a házba, ebben az évadban már vendégszereplések elindultak, Ván Görsó volt Zadárban, Nisben játszott nagyon sikeresen a Csokosasszony lovagjai, több díjat is elhozott az előadás, illetve a színészeink. Mi nagyon bizakodóak vagyunk, hogy az Isten hasbarúgnak egy komoly élete fog most elindulni. Meg szépségem, holdam ragyogó sugara. A színészek ilyenkor szembesülnek az idei évad terveiről, arról, hogy melyik darabban ki milyen szerepet játszik. Nem tudni, mekkora lesz a szakmai kihívás, ezért a nyári szünetben szellemi és testi kondícióban tartották magukat. Szerencsés esetben, mint amilyen most volt szerintem, az ember úgy érzi, mintha nem is lett volna nyár, és ugyanott folytatná, ahol abba hagyta, és nagyon könnyen visszahelyeződtünk, azt gondolom mindannyian. A színház elkezdte az új előadás próbáit is. Hernyák György, Zalán Tibor Ne lőj a fecskére című szövegét rendezi színpadra. Bizalom, közösség, szórakoztatás, ezek határozzák meg a Kassai Tália Színház új évadát. A teátrum 3 saját felnőtt és egy gyermek előadást, valamint egy vendégprodukciót tűz programra. Az energetikai és gazdasági válság, a háború és a koronavírus járvány által megpecsételt bizonytalan időszakban a közösségi összetartozás és a bizalom fenntartása váltak a legfontosabb értékké, hangoztatta Cajlik József igazgató a Kassai Tália Színház évadnyitó sajtótájékoztatóján. Az intézmény az utóbbi 3 évben energetikai felújításokat hajtott végre a takarékosság érdekében. A beruházások ellenére a tavalyi egész éves 22 000 euró
kilovatórás energiafelhasználási díj helyett májusig 36 ezer eurót fizettünk, ami érthető módon természetesen megterheli a munkánkat és a befektethető költséget. Ezért döntöttünk úgy, hogy a négy szokásos bemutató, saját bemutató helyett három saját bemutatót hozunk létre, de a közönségünk megkapja a saját négy előadását. Szeretnénk, hogyha újra vissza tudnának térni a nézőink az anyagi és a világpolitikai szituációk ellenére, hogyha itt megtalálnák nálunk újra magukat. Reméljük, hogy a Covid-helyzet elviselhetőbb és könnyebb lesz, és találnak majd időt arra, hogy eljöjjenek hozzánk. Alapvetően egyfajta közösségépítő, közösségkereső és szórakoztató irányba indulunk el. A színház vezetése szerint soha nem volt olyan fontos a nézőszám emelkedése, mint most, hiszen az elmúlt kiszámíthatatlan évadokban jelentősen csökkent a bérletesek száma. Egy nagyon rossz időszakon vagyunk túl, egy nagyon nehéz szezon zártunk a tavalyi szezonnal. Nagyon keves bérletesünk volt, és nagyon kiszámíthatatlan volt az évad pont emiatt is. Nagyon-nagyon fontos, talán még nem is volt soha ilyen fontos, mint ebben a szezonban, hogy visszajöjjenek a nézők is, végre legyünk is, legyen kinek játszani. Október közepéig árusítjuk a bérleteinket, és természetesen várjuk a felhívásokat a tájelőadásokra is, úgyhogy innen üdvözlöm a kultúrház igazgatókat és polgármestereket, nagyon nagy szeretettel elfogadjuk a meghívásukat, ha hívnak minket, az is egy nagy segítség, ugye a Tália Színház egy tájoló színház, és nagyon sokat játszik a kassai falakon kívül. Számítunk erre is. Nem tudjuk, hogy az energiaválság mit fog okozni ugye az intézményeknél, tehát hogy fogják-e tudni télen fenntartani ezeket az intézményeket, tudunk-e majd hol játszani, és ugyanez vonatkozik ránk is. A teátrum három saját, felnőtt és egy gyermekelőadást, valamint egy vendégprodukciót tűz programra. Paradox módon a könnyű műfajokat választottunk, vígjátékokat, musicaleket, komédiákat, és mégis mindegyik darabban, mint a jó darabokban általában, ott van valahol a legmélyen egy olyan téma, egy olyan mag, ami viszont tényleg arról szól, ami minket most körülvesz. Ugye a Szent Iváné álom, amiben az egész társulat egyrészt részt fog venni, és ez is a bizalomról és a közösségről szól, hogy megmutatjuk az egész csapatunkat. Ez volt a feltételünk, ezért is kerestünk egy ilyen darabot. Ilyen előadás lesz Gobbi Fehér Gyula, az Angyal Álma című zenés darabja. Az I Love You című musical revűben a társulat négy tagja szerepel majd, akik több mint 50 karakter bőrébe bújnak bele. A gyerekközönség számára pedig Csukás István, Darvas Benedek, Ágacska címmel zenés mesejáték készül. Az esős hétvégi megtartott ritka események egyike Tordán zajlott, ahol 14. alkalommal volt Kukorica Fesztivál. A bánátban rég nem tapasztalt aszály miatti terméskiesés is nehezítette a szervezők dolgát, de a rendezvényt végül kevesebb programmal ugyan, de megtartották. A rendezvény fő eseménye, a kézi kukoricatörés és szárvágás a hagyományos formában sajnos elmaradt a nagy sár miatt. Kizárólag a tiszaalpáriak és néhány tordai mutatta be, hogyan is zajlott egykor a kukorica betakarítása. Az eső belerontott a dologba, de azért kimentünk és igenis megmutattuk, hogy mi tudunk kukoricát törni, fosztani. Annak ellenére, hogy alpáron nincsen, mert megégett minden az aszályba, és én bízom benne, hogy itt a további rendezvényen is itt tudunk lenni, és jól érezzük magunkat itt a fesztiválon. Egyébként nagyon régi kapcsolat, több mint 30 éves ez a kapcsolat Tordával. A rendezvény megnyitóján Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár az ilyen jellegű találkozások fontosságát hangsúlyozta, szólt a mezőgazdaságot érintő kihívásokról is. Változnak az energiahordozók árai, az újratermelési eszközök árai, hogyha konkrétan a mezőgazdaságról van szó. Az élet minden terén ez megnyilvánul. Viszont nekünk elemi érdekünk azt, hogy a köztársasági kormányban az ottani érdekképviseletet biztosítva tudjuk biztosítani azt a folytonosságot, mely azt tudja szavaton is garantálni, hogy a gazdák időben megkapják a támogatásokat. A tordaiak hetek óta készülődtek a rendezvényre, és mint kiderült, nem volt hiába való a sok munka. Nagyon örülök annak, hogy tehát most első alkalommal a Kárpát-medencéből ilyen sokan itt vagyunk, Felvidékről, az anyaországból, Erdélyből,
a bánsági, tehát magyar településekről, és ez is bizonyítja azt, hogy igenis, tehát a fontos mindannyiunk számára, tehát az összefogás, az összetartozás. A tordai határban lassan a végéhez ér a kukorica betakarítása. A 4500 hektárnyi területnek a felén vetettek idén tengerit. Vannak azért parcellák, amik valamilyen körülménynek köszönhetően kicsit jobban teremtek. Ez a jobban termés, ez ilyen 2,7-2,8 tonna holdanként termésről beszélek, de sajnos a nagy átlagunk úgy gondolom, hogy az 1 tonna körül lesz holdanként. Viszont vannak annyira drasztikus, alacsony termések, akik, ahol 100 kilóról vagy 200 kilóról beszélünk holdankénti termésről. Úgyhogy 6 kiló hús van. A hagyományos főzőversenyen képviseltette magát a felvidéki légközség is. A közös főzőcskézés egyik hozadéka az lesz, hogy Tordával testvértelepülési kapcsolatot létesítenek. Így jönnek el a barátok. Én elmegyek ide, most itt vagyok Szerbiában, 3 országot átjöttem. Szlovákia, Magyarország, Szerbia. Ugye? Hát akkor ők is eljönnek. És akkor így települt az egész attrakció a én részemre, meg a község részére, hogy én így be tudtam a barátokat állítani és a versenyzőket, ugye? Ezt így kell valahogy csinálni. A sportközpontban megtartott rendezvényen volt kultúrműsor, régi autók bemutatója, zenei műsor és kirakodóvásár is. Magyarországi támogatása szeptembertől 16 iskolabusz segíti a gyerekek iskolába járását. A részletek következnek. Magyar kormányzati támogatásból az idei tanévtől 16 iskolabusz segíti a gyerekek iskolába járását a felvidéken. A 15 iskolát érintő mintaprogramnak köszönhetően a kedvezményezett tanintézményekben harmadával megnőtt 200-ról 266-ra a magyar iskolába iratott gyerekek száma. A buszok naponta 228 diákot visznek a magyar iskolákba. A felvidéki iskolabusz hálózat keretében egy 23 férőhelyes vadonatúj iskolabusz kapunk ajándékba. Nagy István, a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ igazgatójának bejelentését Nagy Taps fogadta a tanévnyitó ünnepélyen. Óriási dolognak tartom ezt, és nagyszerű lehetőségnek, főleg azért, mert Magyarország kormánya 2010-től nem csak beszél, hanem tettekkel is igazolja azt, hogy komolyan gondolja a nemzetegyesítést. Nekünk ez az új busz egy újabb lehetőséget kínált arra, hogy további 4 faluból segítsük az iskolába járást. Míg tavaly 18 elemi elsősünk volt, idén 26 fővel, 2 osztályban nyitottunk úgy első osztályt, hogy a saját óvodánkból csak 11 gyermek érkezett, tehát 15 diák a környező magyar, illetve szlovák óvodákból látogatja majd intézményünket. Ugyanez mondható el az óvodás gyermekek számát illetően. Ezt a megnyitó beszédemben is hangoztattam. 2015-ben mi 11 gyermeket fogadtunk az óvodai csoportba, ma pedig 3 osztályban, 3 csoportban 62 gyermekkel nyitottuk meg a tanévet. Ebben nagy szerepe volt a magyar kormány támogatásából épült új iskola központnak is, ami előtt a busz keresztelőjére is sor került. Az új családtag a Fecske nevet kapta. A megható ünnepi aktus előtt egy nappal Szigetszentmiklóson a szepsiek mellett még 14 felvidéki iskola igazgatója vehette át ünnepélyesen a busz kulcsait, illetve forgalmi engedélyét. Ebben a formában ez egy mintaprogram is. Azt reméljük, hogy mindenhol a határon túli magyarok élnek, hasonló programokat indíthatunk majd. Az iskolabusz program ezért mintaprogram is, mert ha ennek hatására többen lesznek, akik megőrzik a nyelvünket, akkor többen lesznek azok is, akik megőrzik a kultúránkat, tette hozzá Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar kormány számára és a magyar állam számára minden magyar bárhol is születik egyformán fontos, és minden magyarral kapcsolatosan az a célkitűzés, hogy megőrizze a magyarságát. Ebben az iskola a legfontosabb. Nyilvánvaló, hogy az, aki magyar nyelven tanul, annak utána a magyar kultúrához való viszonya, a magyar nemzethez való viszonya egészen más lesz, sokkal szorosabb. Ha nagy leszek, buszvezető leszek, elviszem a magyar gyerekeket a magyar iskolába. A magyar iskola választás egyet jelent a magyar nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásával, és nem utolsó sorban az egyén többlettudásával és jobb érvényesülésével.
a magyar iskola, a magyar közösségek fennmaradásának záloga. A Rákóczi Szövetség kezdeményezésére a magyar kormány 2021. decemberében szavazott bizalmat az iskolabusz programnak, amihez viszont nagyban hozzájárult a Rákóczi Szövetség 2004 óta kifejtett áldásos tevékenysége. A Rákóczi Szövetség akkor is és azóta is kereste és keresi azokat az eszközöket, amivel a külhoni területeken az asszimilációt meg lehet állítani. És így került az asztalra egy olyan kutatás, amit a kollégáim végeztek el, elsősorban a statisztikák, a terepismeret, illetve az ottani barátaink, az ottani hálózatunk segítségével. És megjött a gyümölcs, hiszen áprilisban már a beiratkozáskor azt láttuk, hogy ez a 15 iskola, ahová ez a 16 busz most elindul, ott gyakorlatilag 30%-kal nőtt a diák létszám az elmúlt évek átlagához képest. Így lett Léván a 6 gyermekből 13, Losoncon a 9-ből 16, és sorolhatnám tovább a pozitív mutatókat. Egyébként Losonc az egyedüli, ahová egy iskolába két kis busz is érkezett. Mi már a tavalyi évben is működtettünk egy autóbuszt a Rákóczi Szövetségnek a jóvoltából, de akkor még mi kerestünk autóbuszt, az üzemeltetést vállalta a Rákóczi Szövetség, és ez olyan jól sikerült program volt, hogy ennek köszönhetően és a nagy távolságoknak köszönhetően kaptunk idén most két autóbuszt, két különböző irányból szedjük össze a gyerekeket. Minden megjelent iskola vezetése a hála és a bizakodás szavaival hagyta el a buszátadás helyszínét. Jelenleg a másodikban 32 gyerekünk van, és az elsőben szintén 32 gyerek kezdi majd az első évfolyamot, és két 30-as létszámú évfolyamunk már nagyon régen évek óta nem volt. Ha kiszámoljuk a busznak a napi kilométer számát, az naponta egy 200, tehát a szórvány falvak igenis távol vannak a mi iskolánktól, és ez időben is és pénzben is megkönnyíti a szülőknek a munkáját. A szövetség pártelnöke Forró Krisztián köszönet nyilvánításában azt hangsúlyozta, hogy mindez a szlovák kormány feladata lenne, ha komolyan gondolná a nemzeti közösségek megmaradásának a fontosságát. A most kiosztott 5 darab 23 személyes és 11 9 személyes busz a Rákóczi Szövetség tulajdona marad. Teljes üzemelési költségüket, tehát az üzemanyagvásárlást, karbantartást, a buszvezetői fizetést a Rákóczi Szövetség téríti. A kedvezményezett települések Nagyszarva, Hetény, Léva, Ipolyvisk, Ipolyság, Ipolybalog, Ipolynyék, Ipolyvarbó, Losonc, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Bodrogszerdahely és Vaján. Az iskolabusz programra 350 millió forintot különített el a magyar kormány. Hatodik alkalommal is megtartották a Szent Mihály napi táncház találkozó és sokadalom nevű rendezvényt Zentán. Két napon keresztül bőséges programkínálattal kedveskedtek a szervezők a kilátogatóknak. Az esemény több éve a magyar néphagyományt éltető és kedvelő közönségnek tartogat meglepetéseket. Szuhankó Sándor Bajsáról érkezett a rendezvényre. A gyékényszövés mesterségét mutatja be a látogatóknak. A legnagyobb baj az az egészben, hogy egyedül vagyok, és nem nagyon sok érdeklődő van. Persze azért is leginkább, hogy a gyékényt ugye mostan éppen a gyékény megért, azért van, úgy is hívják, hogy magyaróérő, vagy pedig szilvaérő gyékény, kádárgyékények, és sokat kell belefektetni, hogy levagdosod a gyékényt, hazaviszed, szárítod, tárolod a padlásokon vagy akárhol, és csak a szárított gyékényből lehet dolgozni. Az itteni társulatok mellett az egész Kárpát-medencéből érkeztek népzenei és néptánc együttesek. A jászság kultúrája mindig unikum volt az Alföldön belül is. Ez köszönhető az ismertsége annak is, hogy a redemciónak köszönhetően a redemptus jászok élesztették fel a táncaikat, viseleteiket, énekeiket, és nagyon megbecsültséget élvez ez mind a mai napig a jászságban. A kirakodó vására gyermekprogramok és a kézműves foglalkozások évről évre hozzájárulnak a programsorozat népszerűségéhez. A 2015-ben alakult Pendergő Tambura zenekar a műsor folyam részeként mutatta be az idén megjelent második albumát. Most jelent meg ugye a második lemezünk, az első CD az egyébként 2019-ben jelent meg, a vajdasági Tiszamente zenei hagyománya, itt pedig a
most pedig ami megjelent, ez a Bácskai Dunamente hagyományos tambura zenéje. A maga a CD-nek a címe Bácskai Dunamente muzsikája. A rendezvényt a Hagyományok Háza Hálózat Vajdaság, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezi a Budapesti Hagyományok Háza partnerségével. Már várják az emberek, úgy a látogatók, mint a résztvevők ezt az alkalmat, és mindig tömegesen eljönnek, hál' Istennek, mert igazából nagyon fontos, hogy itt Vajdaságban is legyen egy ilyen jellegű, ami nem annyira a színpadi kultúráját a népművészetnek, hanem egy kicsit az ember közelibb. Tehát a kipróbálhatóság, a meghallgathatóság, a párbeszéd, ez mind nagyon fontos itt. A rendezvény gálával, valamint táncházzal zárul. Utóbbi keretében szatmári, vajdaszentiványi, sárközi, kalotaszegi, magyar palatkai, valamint délalföldi táncokra roghatják a résztvevők. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!